Többször hangot adtunk már itt a csatornán annak, hogy mennyire szeretjük a haláli hullák hajnalát. A kult státuszba emelkedett brit horror komédia 15 éve került a mozikba, és a mai napig a legnagyobb kedvenceink közt tartjuk számon. Most pedig, ha már úgyis zombis hónapot tartunk, végre foglalkozhatunk egy kicsit vele itt a Freak Show-ban. Jöjjön 8 dolog, amit nem tudtál a haláli hullák hajnaláról. A rendező Edgar Wright és a film egyik forgatókönyvírója és főszereplője egy személyben, Simon Pegg, mindketten a Space című angol sorozaton dolgoztak. A sitcom egyik epizódjában a főhős, akit szintén Pegg alakít, teljesen beállva játszik a Resident Evil 2-vel egy éjszakán át, minek hatására arról kezd el halucinálni, hogy a való életben is zombikatől nem csak a játékban. Wright annyira élvezte a zombis jelenet forgatását, hogy azonnal felötlött benne egy egész estés élőhalottas film készítése. Később neki is láttak a haláli hullák hajnalának, amiben egyébként a space internetes fórumairól toboroztak statisztákat, és végül saját rajongóik játszották el a zombikat. Ki tudja, talán ha egyszer nekünk is megadatik egy saját horrorfilm elkészítése, lehet mi is a Freak Show hordából fogunk válogatni szereplőket. Wright elmondása szerint az egész film alapsztoria mindössze egy egyoldalas Word dokumentumba volt felvésve, és abból futottak neki a teljes forgatókönyv megírásának, a filmet akkor viszont még egész máshogy nevezték, eleinte Tea Time of the Dead, azaz Holtak Tea délutánjaként futott a projekt, de végül inkább a Sean of the Dead-et választották, ez mindenképpen jobb választásnak tűnik, hiszen szépen Rimmel Romero klasszikusának a Dawn of the Dead-nek a címére, na és ebből lett nálunk végül a haláli hullák hajnala. A film elkészítése több akadályba is beleütközött, minek hatására a rendező majdnem teljesen tönkrement anyagilag. Edgar Wright annyira bízott a víziójában, hogy mikor a mögöttük álló cég kihátrált a projekt mögül, ő akkor is kitartott a haláli hullák hajnala mellett. Olyannyira, hogy képes volt minden más munka lehetőséget lemondani, és folyamatosan cégek után kutatott, akik finanszírozni tudnák a filmjét. Eközben kénytelen volt már kölcsönkérni barátaitól, köztük Simon Peck-től is. A film szerencsére végül megvalósult, és Wright is úgy vallja, hogy megérte a sok szenvedést, Peg pedig azóta sem hajlandó elfogadni tőle a tartozását. A rengeteg anyagi gond után igazán nagyot sikerült kaszálni a haláli hullák hajnalával a mozi pénztáraknál, a mindössze 4 millió dollárból készült alkotás végül 30 milliót hozott össze világszerte, ezzel pedig a mai napig a 25 legtöbb bevételt hozó zombis film között foglal helyet, a pénzesőn túl pedig a kritikusok és a nézők is imádták a filmet, szóval nem is csoda, hogyha a készítők eljátszottak egy folytatás gondolatával. Simon Pegg több évvel ezelőtt megírta egy lehetséges folytatás vázlatát, aminek a From Dust Till Sean címet adta. Mivel itt a From Dust Till Dawn, azaz Alkonyattól Pirkadatik címével játszottak, ezúttal vámpírokkal gyűlt volna meg a baja az első részben életben maradt főhősöknek. Az alkotók később elgondolkodtak azon, hogy mi lenne, ha mindez egy alternatív valóságban játszódna, és pontosan úgy kezdődne el, mint az első rész, csak itt végül zombik helyett vámpírok támadnának rá Shawnékra. Ezek mind csak poén szinten merültek fel bennük, és nagyon hamar le is tettek egy folytatás lehetőségéről, hiszen jobbnak látták, ha nem húznak le még egy Bird Kult filmjükről. A Space rajongó tábora mellett egy igazán nagy név is benézett a forgatásra, hogy eljátszon egy zombit. Nem könnyű kiszúrni, de az egyik jelenetben a Coldplay énekesét Chris martin láthatjuk, ahogy élőhalottként toporog az utcán. Később a film végén Chris egyébként saját magát alakítva is felbukkan egy a film kedvéért készített humoros TV interjúban, melyet teljes terjedelmében megtaláltok a Haláli Hullák hajnal a DVD extrai közt. George romero annyira tetszett a film, hogy utána azonnal meg is hívta a két alkotót, Simon Pegget és Edgar wright soron következő filmjének forgatására, így hát a holtak földjében egy rövid cameo erejéig mindketten felbukkannak, mint láncravert zombik. A végére jöjjön egy nagyon ügyes húzás a haláli hullák hajnalából. Bizonyára elsőre nem sokan vették észre, de az elején, mikor Ed próbálja felvidítani Sant azzal, hogy mit fognak csinálni, mikor elmennek piálni, az igazából előre vetíti a film több kulcsmomentumát. Azt mondja, hogy először is egy Bloody fognak kezdeni, később láthatjuk is, ahogy meggyűlik a bajuk egy zombival, akit méri hívtak, és a találkozásnak hát elég véres lesz a vége. Ezután azt mondja, hogy erre ráharapunk a Headben, ez arra utal, mikor később egy zombi nyakon harapja Sean mostoha apját. Ezt követően Ed úgy folytatja, hogy jöjjön egy pár a Little Princess, azaz a kishercegnőnél. A kishercegnő hercegnő a sztoriban Liz, akinél Sean találkozik az egy párt alkotó Diane-nel és Daviddel. Utána Ed szerint visszatámolyognak majd a kocsmába, ez is megtörténik később, ahogy zombikat imitálva róják a főszereplők az utcákat. Lezárásképp pedig azt mondja, hogy bum, visszatérünk a bárba felesezni, ez angolul a shot, ami ugye lövést is jelenthet, és a Winchester pubban abból akad majd bőven az egyik jelenetben. Talán mondanom sem kell, hogy sajnos ez az ötletes kikacsintás a magyar szinkronnal úgy, ahogy van ment is a levesbe. Ez volt 8 dolog, amit nem tudtál a haláli hullák hajnaláról. Ha tetszett a videó, dob nekünk egy lájkot, és ha még nem vagy a Freak Show Horda tagja, akkor iratkozz fel a csatornára. Mi hamarosan új videóval érkezünk, addig is megtaláltok minket Facebookon és Instagramon. Na sziasztok!